Sziasztok! Ez itt a Tökéleten Történelem, és ebben a részben a Morzekód történetét mutatjuk be nektek. Samuel Finley Breeze Morze 1791. április 27-én született Charlestonban. Mivel a művészetek és a festészet iránt érdeklődött, tanulmányait a Phillips Akadémián kezdte meg, majd a Yale Egyetemre ment. Az egyetemi évek alatt azzal keresett pénzt, hogy megfestette osztálytársai és tanárai portréját. Mivel igazán tehetséges festőnek és grafikusnak bizonyult, főállású festő szeretett volna lenni. Szigorú szülei azonban inkább beadták egy könyvesboltba inasnak. Mivel azonban a fiú festészet iránti ambíciói nem csökkentek, egy év múlva belementek, hogy Samuel Angliába utazzon és festészetet tanuljon. Itt vált Morze a neoklasszicista festészet lelkes követőjévé, ebben a stílusban festette legtöbb képét. 1815-ben hazatért Amerikába, ahol festőműhelyt nyitott, és sorra kapta a megrendeléseket. 1818. szeptemberében elvette szerelmét, Lucrezia Pickering Walkert. Morze egyre rangosabb megrendeléseket kapott. Megfestette például James Monroe elnök és az amerikai függetlenségi háborúban érdemeket kivívott Lafayette Marquis portréját is. Éppen egy rangos megrendelésen dolgozott New Yorkban, amikor apjától levelet kapott, hogy felesége nagyon beteg. Hiába indult azonnal haza, felesége meghalt, és már a temetést is megtartották. Állítólag ez az esemény a postai kommunikáció lassúsága indította el benne az érdeklődést a gyorsabb kommunikációs módok felé. Egy újabb európai útjáról hazajövet, Morze a hajón találkozott egy utassal, aki elektromágnessel szórakoztatta a többieket. Ez annyira megtetszett Samuelnek, hogy megfogalmazódott benne egy elektromágneses távíró gondolata. Mivel azonban Morze festő volt, a kísérletezés akadozva haladt. Ebben segített neki Leonard Gail, aki Morze kollégája volt a New York-i egyetemen, Joseph Henry fizikus és Alfred Weir gépész, aki a Speedwell acélművek tulajdonosa volt. Ő nem csak fényvezetékekkel látta el Morzét, de az ő családi birtokán folytak a kísérletek is. Az elszánt munka gyümölcse 1838. január 6-án ért be, amikor Morze és Weil a Speedwell birtokon egymástól 3 km távolságra lévő pontokon üzenetet közvetítettek az első vezetékes távírón. Az üzenet a következő volt. Aki türelmesen vár, nem veszíthet. A türelemre szükség is volt, mivel a találmány 1842-ig nem talált támogatókra, és az amerikai kongresszus is érdektelen maradt iránta. 1844-ben mindössze 6 szavazat többséggel hagyták jóvá az első távíróvonal kiépítését Boston és Baltimore között. Ezen 1844. május 24-én 8 óra 45 perckor közvetítették az első üzenetet, ami egy bibliai idézet volt Mózes 4. könyvéből. Mit mívelt Isten? A távíró szerkezetnél talán még nagyobb találmány volt a hozzákapcsolódó kód kifejlesztése. A kód lehetővé tette, hogy az ABC betűit és a számokat pusztán rövid és hosszú jelekké, valamint szünetekké alakítsuk, ami már elküldhető volt elektromos hálózaton keresztül. A vevő oldalon a gép egy papírtekercsre rögzítette a kódot, ami a táblázat alapján könnyen dekódolható volt. Ezt a pontokból és vonalakból álló jelrendszert Morze nyomdász rokonával együtt alakította ki. Morze megfigyelte, hogy a nyomdában minden betűnek külön rekesze van, és egyes betűket gyakrabban használnak, mint másokat. Erre alapozva az angolban leggyakrabban használt betűnek az E-nek egy pont lett a jele, a T-nek egy vonás, az A-nak pedig egy pont és egy vonás. A leghíresebb mindenki által ismert Morze kód az SOS, amit a Titanic használt először, amikor segítséget kért. Morze találmánya megbecsülést és hatalmas vagyont hozott neki. Társait azonban elfelejtette. Csak hosszas pereskedés után tudta kiharcolni a szabadalom kizárólagosságának jogát, és végig tagadta, hogy bárki bármilyen segítséget nyújtott volna neki. Ennek ellenére a találmány úttörőnek számított, hiszen új távlatokat nyitott a kommunikációban. További videókért kattints ide! Ha pedig tetszett, nyomj egy lájkot, oszd meg barátaiddal,
és kommentben írd meg, mit láttál még szívesen ezen a csatornán. Hogy le ne maradj a következő videókról, iratkozz fel, és kapcsold be az értesítéseket is. Sziasztok!